Látom mindenki, én tudsz egy mai videóban rohadt sok mindenről kell beszélnünk, ugyanis örökre meg fog változni a trófi rendszer, de vajon jó irányba? Most hát ezt fogjuk kideríteni, ugyanis képzétek el, hogy 10 perccel ezelőtt, jól amikor ezt ti majd látjátok, akkor már sokkal régen voltam. De kikerült egy új dolog ide, Trophy Season Rework is coming, vagy a, hát igazából a Trophy Season-t ugye újra csinálják, most valószínűleg jobbra. Ezek mellett kitettek egy posztot ide, hogy new changes incoming. Ilyen reworking the Trophy Season reset in the next episode, vagy az új update-ba újra csinálva a Trophy Season reset pontosabban. Ide az, hogy már most igazából el tudjuk olvasni az egészet a játékban, és nagyon sok minden változás van, szóval ezt fogjuk most menni, hogy mi változott, el fogok olvasni nektek mindent, és te fogok folytatni nektek minden magyarra, és nagyon, de nagyon sok minden változott, szóval mindenféleképpen nézzétek végig a videót, hogy ez nagyon durva. Szóval itt van az ugye, hogy ugye változik a trophy season, ugye meg fog változni örökre. Itt az idő, hogy újra csináljuk az egész rendszer, szóval itt úgy kezdődik, hogy mi a legnagyobb problémái ezzel a rendszerrel. Hát igazán nem eléggé élvezhető, ugye hát nyilván a rewardok nem nagyon szarok, és ugye elveszed a lehetőséget attól, hogy a legjobb karaktereikkel játszanak az emberek. Mire már egy ponton ugye nagyon nehezebb lesz a pusolás velük, ugye már nagyon fent lesznek. Ugye a matchmaking nagyon hosszú szokott lenni, magasabb trófé meccseknél ugyanúgy, igen. A célunk az új szisztemmel, hogy sokkal igazából letisztultabb legyen, fanabb, és hogy sokkal inkább jobb legyen a casual playereknek, és nyilván nekünk is, akik esetleg sokkal magasabb kupán is játszanak, és ha sokkal több rewardot is kapjunk belőlük, vagy több dolgot kapjuk belőlük, és akkor itt kezdődik az, hogy igazából itt van minden, ami változni fog igazából. Új leveleket, vagy hát új rankokat adunk hozzá, és sokkal letisztultabb, és sokkal több rewardot fogunk igazából ezekből kapni, ez a legtöbb dolog, viszont nagyon sok minden lesz változtatva. Szóval kezdjünk bele. Itt említek azt írják, hogy az új szisztem az sokkal jobb lesz, mint a mostani egyébként. Viszont most jön az igazi durranóság, szóval kezdjünk bele. Most már, ha jól értem, akkor 50 rank lesz a 35 helyett, és a legeslegmagasabb rank annak lesz nevezve, vagy max. Igazából max. Most, hogy elérjük a legmagasabb, az, hogy elérjük a max tiert egy karakterrel, kellni fog nekünk 1000 kupa, és az új rendszerben 20 kupákért fogunk haladni egy rankot felfelé igazából. Igen, itt van az, hogy ugye a vesztés, penyerés, ugye hát emetek jobb lesz, hogyha 1000 kupa az, és nem megyünk följebb, úgyhogy ja. És itt azt írja, hogy csalogot fogunk elkezdeni több kupát is túlzolni, gondolom a reszeteknél, amikor 1100 kupa fölött vagyunk, ami rohadt jónak tűnik egyébként. És a Trophy Season elkezdődik, vagy lezárulódik akkor, amikor a Brawl Pass season, tehát hogy a Brawl Pass-szel lesz együtt szinkelve, vagy ha minden igaz. És a mostani, és mostantól havonta minden egyes karaktert, ami 1000 kupa fölött van, azt le fogja vissza újra dobni 1000 kupára. Ami nem a legjobb, viszont itt van a másik része, ami azt jelenti, hogy nem lesz reset egy olyan karakter, ami 1000 kupa alatt van, ami eléggé jó. De mi történik akkor, hogyha elérjük az 1000 kupát? Hogyha elérjük az 1000 kupát, akkor elérjük a legeslegabbasabb rankot, vagy tiért, igazából tudom, hogy minek hívjuk, a maxet, max, minimax. Micsoda? A kupák, amiket elérsz 1000 fölött, ugyanúgy bele lesznek számolva, viszont most már valami season trófik lesznek, amiket 1000 kupa fölött érsz el. És ezek fognak segíteni neked abban, hogy előre haladj egy új itemhez, ami a Trophy Box. Fogunk kapni egy új ládát, valami kupa boxot, és majd hallunk ki, hogy többet lejjebb, oké, ez feltébb érdekes. A box elérhető lesz mindenkinek, aki 1500 kupánál többé van, ugye totálban, azok ugye magasabban van. És ugye csak akkor fogunk tudni belőle, csak akkor tudjuk ugye meg szeretni, hogyha 1000 kupán fölöttel lévő karakterrel játszunk, remélem értitek. És akkor itt van az új item, Trophy Box. Azt a rohát! Hát igazából ez itt az Omega Box, valami Gemes, valami Brig, én nem tudom, hogy ez micsoda egyébként, de feletté érdekes. Na de viszont most figyeljetek, milyen most jön a legbonyolultabb része a dolgoknak. Igen, ez egy új láda, és igen, ez az, hogy ahelyett, hogy Briget kapunk a végén a seasonnek, most már egy Trophy Boxot fogunk kapni. Hát ez szerintem ez minden egyes részben jobb lesz, mint az a 300 Brig, amit igazából kapunk, úgyhogy jó igazából. Az új láda állokulódik, hogyha elértél egy karaktert 1000 kupa fölött, vagy elértél egy karakterrel 1000 kupát. Igen, vagy pedig, hogyha ugye elérte 1500 kupát, igen. És ugye minden kupát, amit szerzünk 1000 kupa fölött, az ebbe a season kupába fog belemenni. Season, és a season kupa level, és ezek a season trófizok, és ezek a season kupák fogják level-upolni a boxodat. Ezek a trófi boxot. Igazából nem tudom, hogy ez így pontosan hogy lesz, tehát gondolom minél több season kupát szerzünk, annál jobb lesz a box, na mindegy. A kupa box igazából 5 levelje van, small, ugye kicsi, nagy, Mega és Omega, and Ultra, a legnagyobb box, és ugye nyilván minden nap annál jobb jutalmakat fogunk belőle kapni. Igen, ugye the better and more
Demon Rewards joget, jeje. Micsoda? Ugye a level upgrade, ugye hát a rank upgrade. A rewardok el lettek szedve, tehát nem fogunk bele kapni jutalmakat. Viszont leparázzunk, de az új szisztemmel többet fogunk kapni. Persze blinget, mint eddig, de nem veszik a szokásos. Igen, tehát a dolgok, amik benne vannak a trophy bossba, legtöbbször kozmetike. Emetek fixen fogunk kapni egy skint. És nyilván ugye annál jobb oldalt kapunk, ugye minél magasabb a level, ugye a bossra, vagy minél több kupát szereztünk, minél több ilyen season kupát. És azt mondja, hogy akár kaphatunk belőle legendary, mythic, vagy hyper chance skineket és gemeket. Azt a rohadt. És így fog majd kinézni. Azt a rohadt, mi a szar? LOL. Ott van ugye az, hogyha 100 ugye ilyen trófi kupát szerzünk, akkor ugye a big, ugye 400-nél a mega, 1000-nél az omega, és 3000-nél a ultra. Azt a rohadt, de jól néz ki. És itt vannak a jutalmak, itt van gyakorlatilag minden. Wow, ez nagyon durván néz ki, srácok. Ez a ráz a hideg komolyan, meg a kedvem játszani. Ami azt jelenti, hogy most a Halloween után ez fog jönni. Azt a rohadt, srácok. Jó, de jó, adom. És akkor, igen, de azért elég grindolós oda jutni, nem? Igen, grindolós felvinni a karaktereket magasabb levelre. De igen, hogyha majd ugyanat játszod akkora, mint ma, akkor sokkal több rewardot fogunk fogsz kapni, mint eddig. És elméletileg több skill fog majd ezekhez kelleni, mint eddig. Matchmaking. Osztoroha, tier max, ez de kurva jól néz ki. Season progress, 3-akat kapunk. Igen, tehát itt most teljesen elmagyarok nektek, úgy fog működni, hogy 1000 kupa alatt egyik karakter sem fog leesni. Viszont 1000 kupa fölött, minden egyes season hetén vissza fognak resetelni a karaktereid 1000 kupa alá, azért jó neked. Milyen 1000 kupa fölött amennyi kupát szerzel, azok mind ilyen season kupák lesznek, és minél több season kupát szerzel, annál jobb boxos fust majd tudni kinyitni a season végén. Igazából nagyjából ennyi. És tényleg lesz egy kis változtatás bente, de nyilván legtöbb az 1000 kuba fölött lesz majd. Igen, és akkor a matchmaking, ugye az lesz, hogy matchmaking, ugye most már úgy fog működni a matchmaking, hogy azt mondják, hogy ne legyen akkora nagy gap igazából a matchmaking között, tehát hogyha te bemész egy 1000 kubás karakterrel, akkor ne tudjon el bedobni 1200-es igazából azt akarja, hogy azt írja, hogy ez legyen, tehát hogy sokkal inkább ilyen közelebbiket dobjon be. 1000 kupás fölötti karakterre mész egy meccsbe, akkor nem dobhat be elmed olyan enemit, aki 1000 kupa alatt van, ugye ez is szerintem változtatva. És akkor fogunk elkezdeni dúzolni több kupát, amiután elérünk 1100 plusz kupára karakterre nyilván. És a Underdog a szíves szedve 1000 kupa fölött, ez mondjuk az eddig rossz, de oké, igazából megérthető. És a winstreakek ugye nem feltétlenül lesznek majd bizonyos karakterekkel, hogy a trófi pusolás felebb legyen. Azt mondom, hogy kinda oké. És ugye a legmagasabb winstreak rekord, ugye nyilván ott lesz majd a profilodban, oké. Ennyi nagyjából. De ez azt jelenti, hogy a jó playerek és a casual playerek mind egyetlen egy poolba lesznek 1000 kupa fölött. Igen, de az esély arra, hogy pro legyen a meccsben, sokkal kevesebb, mint a szám arra, hogy casualokat dobjon be. Szóval talán megtörténhet, de elég ritkán. Hát ez, egyébként jó, hát vagyok inkább. És akkor a leaderboardos rész, és akkor a jó playereknek, ugye nekünk, kettő leaderboardunk lesz per karakter. Ami érdekes. Ugye a Season Leaderboard, ami ugye minden egyes resetnél, Season resetnél resetelni fog. És egy All-Time Leaderboard, ami ugye megmutatja azt, hogy highest trophy count, ugye amiket elértél. És ugye a legtöbb kupát, amit elértél egy karakterre, igen. Na ez most jó hosszú pont, nézve a klipi történik. Bármikor, amikor belépsz a topba igazából, ugye nyilván az 1000 kupa fölött, szerintem ezt állni azt elé, nem tudom. És amikor belépsz a Seasonal Leaderboardba, akkor kapni fogsz egy egy prestige, az nem tudom, mit jelent, de egy ikont a profilodhoz. Ez az ikon egy számot fog mutatni, ami egyre magasabb lesz, amikor igazából benne lesz a topba, legalább egyetlen egy karakterre, once per season, tehát hogy egy seasonként, és most itt van egy kép, hogy kapunk, hogy így fog kinézni, ah, ott van, 25 season prestige. Aha, goes hard, és ott már búva mutatja a win streaket. Nem tűnik rossznak amúgy, jaj, bazd meg! És akkor itt kapjuk azt, hogy mi lesz ugye azokkal a trófi rekordokkal, amik ugye a River előtt voltak, és akkor itt lesz, hogy ők igazából úgy benne lesznek az All-Time Leaderboardra, mint ugye eddig is voltak, jaj, mondtészem, hogy ezt bíztam, jaj. Previous Achievements, basztalat, és ilyen izéket fogunk kapni. Egy rank 36-os karaktered, talán megkérdezheted azt, hogy ennek valami semmi értelme nem volt, ugye, mert ugye majd le fogod butni ugye folyamatosan, és erre a válasz az, hogy
Nagyjából, viszont az achievement, amit elértél, az ott lesz örökre igazából, gondolom azt, hogy ugye elérted a rank 35-öt. Emberek, ugye playerek, akiknek legalább van egyetlen egy karakterű tier 35-ön, kapni fognak egy pint. Ember, playerek, akiknek viszont már legalább 10 karakterük van rank 35-ön, azok fognak kapni egy exclusive title-t. De nem viszont ez a videó ennyi is lesz van, hogyha tetszett, akkor mindenféleképpen iratkoztatok, dobjátok egy like-ot, csináljátok mindent, találkozunk legközelebb, nagy karcsot, csináljátok, csá.